Hogyha kell, én ezer évig várok rád, míg a réten harmat nyílik, várok rád, míg a fákon gyümölcs érik, várok rád, hisz a szerelem veled szép. Ezt magának mondom közben. Igen, világos. Édesanyám! Mármint nem a... Ne vegyem. Jaj, rólam szóltam? Nem, ez édesanyámról. A maga édesanyjáról. Igen. Jó, persze. Igen. Mindenkinek van édesanyja. Jel a magának is. Rossz belegondolni. Ezt az egy verset tudom, azért szeretném ezt az egy verset mondani. Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág. Most, hogyha végig így tetszik nézni... De szép, én ha akarja, nem nézem. Bocsánat. De biztos, hogy ennyi ember előtt akarja. Igen, én szeretném elmondani, hogy én a művésznőbe szerelmes vagyok. Körülbelül 17 éve vagyok szerelmes. Nekem 3 Barbara van az életemben. Ugye van a hegyi Barbara, van a Xanthus Barbara és a Fonyó Barbara. Némelyik már nincs a pályán, de... Igen, pont tőle hoztam el ezt a kis apróságot. Melyik tőle? Ez a Fonyó Barbaráé. Igen, köszönöm. Én nem ragaszkodom hozzá. Igen, köszönöm. Pedig én szeretném odaadni, hogy egy helyen legyen az egész. Ezt a Xanthus Barbit hoztam el. Ez gyönyörű. Ezt még mondjuk a tévében használta, onnan loptam el egy érzékeny pillanatban. Így. És hogyha művésznő, hogyha tudna nekem adni valami kis szuvenírt, amit csak az öné. Olyan, amiről nem ismerném. Most meg, így hamarjában nincsen rajtam semmi. Én azért látok. Én látok. Melyikre gondol? Pontosabban nem látom. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek ma este, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, minden jót. Azt hiszem, az urat kivezettetem, és majd kint megbeszéljük, hogy melyik ruhadarabomat szeretnék. Köszönöm szépen, minden jót, viszontlátásra! Akkor kint várok vagy. Hogy vannak emberek, akik mások energiájára pályáznak.
valahogy megtalálják hozzájuk a megfelelő csatornákat, és utána azokat az energiákat, amiről azt gondolják, hogy tulajdonképpen szabadon fekvő frekvenciák, azokat leszívják. Lehet, hogy fizikában nincs ilyen leszívni a frekvenciát, de szerintem mindenki értékére gondolok. A mai előadásunk címe Energia, vámpírok és mecénások. Ezt a szót ugye nem én találtam ki, de elég jól mutatja, elég sokszor találkozom én, mint pszichológus azzal, hogy jönnek hozzám tanácsért, hogy most mit kezdjünk. Mit kezdjünk a magunk energiáival, mennyit adjunk másoknak, erről fog szólni a mai előadás. Én Bácskai Júli vagyok, és a Pszichoszínház 263. előadását fogjátok látni. Kik azok, akik ma vannak először életünkben a Pszichoszínházban? Szeretettel üdvözöljük őket. Akkor elmondom, hogy az a nagy veszély fenyegeti ezt a néhány embert, aki nem a törzs vendégünk eddig, hogy nagyon könnyen lehet függővé válni. Ugyebár az összes többiek ezt már tudják, mert minden egyes előadásunk más, mindig premier van nálunk, annál is inkább, mert még hogyha ugyanezt elő akarnánk adni még egyszer, akkor se sikerülne, mert hogy improvizálunk. Én a színészeknek alaposan elmesélem, amit kigondoltam, de itt születik az előadás a szemünk előtt. Hát ma két olyan színészt hívtam, mint mindig, akik nekem a kedvenceim. Külön-külön. Na most hát ez egy nagyon furcsa helyzet, amikor van mondjuk egy Víg Színház, és van egy Katona József Színház, és több mint 20 éve tagja egy-egy színész, és még soha nem játszottak együtt. Az egyiket úgy hívják, hogy Hegyi Barbara. És közben fog hegedülni Bóna János. Említett probléma körben jár hozzám ez a bizonyos énekesnő. Aki színésző is. Igen? De én olyan jól aludtam most, hogy képtelen vagyok mostanában. Fáj a fejem, olyan nyugtalanul az, hogy megfúszolok. A nyakam is fáj, kidőtűben egy nyak is érvem. És nem tudom, hogy mi lehet az oka. Vagy ez biztosan van, de majd te megmondod. A hátam is hát. Szerinted? Hát? Ugye például már ez is, hogy azt tanítják nekünk, hogy háttal nem kezdünk mondatot. Wow! Ez azt mutatja, hogy valami baj van azzal, hogy a hát, hogy a háttal. Hogy a hátamra beszélek a problémát. Hogy hát egy kicsit sok. Tehát most gondolom, hogy ez egy kicsit nyomaszt, hogy a Dávidnak belekezd egy új munkával, megszállott távált, csak az foglalkoztatja, nem így semmi másról beszélni. Én úgy kell lenni, hogy egy kisgyereknek a mamája, hogy kamaszkodjon belém. Hallgatom. Hogy azért fáj, most az jutott eszembe, hogy nem bírsz hátat fordítani senkit. Nem lehet ez a baj? Nem bírok hátat fordítani. Aha. Hát, hogy mondják, meg kérlek, meg számítanak. Hogy mondja nekem a Dávid, hogy én is amikor nem fecsülöm. Na nézzük meg, hogy történik ez. Hát majd egyszer meg fogjuk fejteni, melyik pillanatban lenne az, amikor neked... Szia, hol vagy? Hol voltál? Ezt a szar szikkat, fánkot ettem, érted? Ez volt, reggel még fánk volt, érted? Ez lett belőle. Itt hagysz engem ennyi kajával egész napra, érted? De hogy a francba gondolkodjak ki. Jó, de most tényleg felhívszunk közben előadásra. Gyere be, légy szíves. Itt vagyok, szia, drágám. Bocsáss, hogy csak meg. Egyébként ez nagyon jó. Kicsit nagyobb volt reggel, de megrekedtem, az a baj. Figyelj, elküldte a Bogus a díszlettervet, ezt nézd meg. Ez legyen a Macbethnek a díszlettervet. Az,
egész színpad így fog kinézni. Érted? Tehát valahogy... Nem vagy szíved. Tudod, hogy mit mondtam neki? Hogy legyen a szerelem a központi téma, és legyen a tükör a lélek tükre. Erre ezt tette össze. Hát nem azt mondom neked, a kritika biztos megdicsérni. Nem lehet, tehát ezen hogy a francba küldjelek föl téged? Izgalmas, nagyon izgalmas. Mert hát végül is igen. Tehát a szex, a szerelem, nem az, figyelj, a lélek. Az a baj, hogy... Nem kellemes okvása. Tudod, hogy ezt még nem tudom, hogy... Hogyha mondjuk ilyen dőlésszögben... Te figyelj, nem csinálnál valami vacsorát? Dehogy nem! Bajélyes vagyok! Azért ezzel még morfon bírozok. Na, várjál, ez a izé... Mit ennél? Hát ez az, le fog csúszni! Jézus! Hogy kérjem tőle, most komment, csinál valami bírslit? Most nézd meg! Érted? Mert ha ez van, ugye? Ez van, akkor oké, így megáll, de senki nem látja, ugye? Hát igen, de fel kell emelned. Ha így van, ennek semmi értelme, de várj, ugye így de ott ül a néző, ugye? Hát azt mondom, így, puf, leesik. Ennyi. Úgy kezdődik a Macbeth, hogy leestek a boszorkányok, érted? Három boszorkány, ezért nem ettem meg, érted? És ezt? Ha fölülről megvilágítod a boszorkányokat, itt főznek, innen jön egy fény, igen. És azt mondjuk tükrökkel, így még több aha. Ilyen szívecskés botrányt ide fölrakod, és akkor onnan tudják látni. Tehát, hogyha érted, ha ebből nem egy lenne, hanem kettő, három... Nem is olyan hülye ez a bohus. Nem na, is olyan hülye. Lehet, hogy a bohus erre gondolt, mert... Legyen három és fél boszorkány, jó? Egyet még sose játszottak, három és fél legyen három és negyed, mert én is nagyon éjjel. Legyen, te tudod mit? Elég három boszorkány, jó étvágyat. És akkor azt mondod, hogy legyen akkor innen a fény, és akkor... Hogy innen, teljesen totálba jöjjön, ne emelj be. Drágám, nézd, mit szólsz, hogy innen jön a fény. Annyira imádlak. Édes vagy, megtalálod, hogy mit kell. Hogyha igen. Adom neked a többit. Jó. Hogyha innen is van egy tükör, meg innen aha. Is van egy tükör, és akkor a néző kvázi igen. A tükörből, tehát mint egy reflektál. Kvázi a néző majd látja magát a tükörben? Tehát, hogy... Én azt gondoltam, hogy a boszorkányokat, de nem rossz ötlet, de szerintem. Tehát, hogy úgy magát, mint a boszorkányokat. Hát a néző legyen a boszorkány. Persze, hát sokkal jobb, nézd meg. És a szöveget hogy fogják elmondani? Jó, hát ez egy hülye ötlet, ez a bohus, ez nem normális. Hát de nem lehet ezen eljátszani. Lehet, jó, de még gondolkozzatok egy kicsit. Édesem, amikor a Májfelvédnél elmondtad, hogy mit kell csinálnom. Nem ülsz le, egyél, tudom, komolyan. Én mindig kicsit. Nekem kell lesz, igen, mert kell lesz, érted, hogy engem itt hagysz komolyan napokra, érted? Napokra, délre. Sőt, évekre, mert ami reggeltől elmúlt, az nekem évek, évtizedek, évszázadok, érted, amire engem itt hagytál a hülye bohussal együtt. Nem bírom. Akkor miért nem választasz egy másik díszlet tervező? Azért, mert... Ha ennyire szenvedsz a bohustól. Egyén drágám, ott mindig megjöttem. Igen. Akartam neked mondani, hogy nagyon fontos lenne, hogy tudom, hogy erről már igazából percre vettem, de hogy te jársz, de légy meg beteg. Légy meg beteg? Igen. De miért? Vannak kikötéseim. De várjál, de miért én játszom? Mert... Ott a színházban van sokkal jobb. Nem, van, nálad? De nem, erre nálad nincs. Iszonyú féltékenyek lesznek, de az olyan gáz most. De nem, akkor sem fogunk. Tényleg a feleséget, az annyira... Na de ha egyszer te vagy a Lady Macbeth, nálam mutatod egészen. Annyi Lady Macbeth van, bárki, olyan remegű instrukciókat tudsz adni, bárki tud lenni. Igen, lehet, hogy jobb lett volna, hogyha a bohus játssza. Jó, az hülyeség lenne, tényleg. Persze, nem kérdés. Igen, mi a szörmében a bohus, de komolyan a Lady Macbeth, milyen alternatív előadás. Én azt szeretném, hogyha... befejeznéd ezeket a hülye nyivorgálásokat, meg mindenfélét ilyen aznapulokat énekelsz, érted? Édesem, nem, abba te beleteszed magad, én ezt értem, de azt is értsd meg, hogy egyik este játszol valami hülye színházba, ilyen pszichobarmokkal, meg énekelgetsz hülyeségekkel, utána másnap majd ki fogsz állni a Lady Macbethbe, egyáltalán olyan hiteltelen lesz, hogy nem de igaz. De életem, ebből élünk, hát különben most abból, hogy te... lila vizébe tükörös a képzeled el a Macbethet, nem fogunk tudni meg. Értem, most ezt a bohus képzelt el, hogy rohadjon meg. Én de egyáltalán nem ezt kérdezem. Még jó is lehet. Ide figyelj, én boldogan eljátszom a Lady Macbethet, és hát tulajdonképpen nagyon megható, hogy erre gondoltál, hogy én játszom el. De én attól félek, hogy téged ezzel olyan kritikának teszlek ki, hogy az forzalmas lenne. Nem érdekel.
Én nagyon szeretném eljátszani a Lady Macbethet. És ki lesz, a Macbeth? A bohús. Nem, a bohús nem lesz. Színházból valamelyik barok? Nem, a kamarásra gondoltam, hogy ő fogja játszani. Az jó. Nem az Iván, az Imre. Jó. Imre, egy kicsit idősebb Lady Macbethet gondoltam neked, mert nem azért, mert féltékeny vagyok. A Lady Macbeth én leszek. Egy idősebb Macbethet. Egy idősebb Macbethet, mert megmondom neked őszintén, de nem, mert annyira, ahogy látlak ezen a ferde színpadon már most én... Teljesen fölizgattad magad, de teljesen készen. Tudod milyen, három évig várni, hogy megrendezhessem azt, amit szeretnék. Érted? Ez nagyon jó. Oké, jó, figyelj, végig futott bennem, hogy legyen zenés változat. Végig futott bennem, tényleg. De a gyilkosságnál elvérezni. Nem lehet szívecske! Legyen egy lép az egész, érted? Egy lép, amiben van egy tükör. Egy mi legyen? Egy lép, amiben van egy tükör. Egy lép? A lép, a máj, a feleje, mindenek a feleje, érted? A feleje. Jó? Engedjen 3 percet fürdőszobába, jó? 3 perc. Kinyitom a csapot, mert csak úgy tudok gondolkodni, és visszajövök egy igazi díszletterrel, jó? A bokus meg elmehet a picsába. És vártam a... Én azt nem kaptam meg. A Xanthus Barbarától. És én addig innen el nem megyek, amíg nem lesz a hegyi Barbarától. Legyen szíves, Zsolt, távozzon, mert a végén a férjem gatyáját fogom a maga fejére húzni. Menjen innen el! Kijön és megöli, de ha nem jön ki, én ölöd meg magát. Mit szeretnél? Akkor a bugyi mogi mit szeretnél? Adjon egy autogramot, jó? Ide. Ne hagyj! Vegyek mindjárt! Jó, adjon a hasam egy autogramot. És utána lefotózzuk magunkat közösen. Nézem, hogy mit ír alá. Nem fog eléggé. Jó. Fényképezni is akar? Jó. Nem kicsétél még egy sokkal? Nem könnyű, talán azokkal még kevésbé, akik ennyire szerettek minket. Azt az elején elfelejtettem mondani, hogy majd jövök, és beszélgetek egy kicsit megfelelő dramaturgiai ponton a nézőinkkel, ha majd kedvetek lesz velem szóba állni. De már most gondolkodás tárgyává teszem ezt, hogy vajon azoknak az energiáit könnyebben elviselni, vagy azoknak tudunk-e könnyebben, nagyvonalúban adni, akik tök idegenek, vagy azokkal van nehezebb dolgunk, akik valahogy nagyon közel állnak hozzánk. Hát erről gondolkozni fogunk. Most meglátjuk, hogy mit művelnek vajon Dáviddal az ő életében, mert hogy egy ilyen színházi rendezőnek sem egyszerű az élete. Akkor egyszer csak bekopognak hozzá. Ha-ho! Dirigén! Jaj, ne, Eszterla, most ne! Most
Most ne szabálj nekem versenyet. Most van itt a pillanat. Te tényleg a Lady Macbethet fogod rendezni? Igen, pontosan. Pillanatokon belül kikerül a szereposztás. Nem érzek ilyen aggodalmat. Nem megyek bele, hogy minden összedőlt. Hagyjuk, jó? Tényleg nem akarok belemenni. És ki a Lady Macbeth? Hát a Barbara. Hogy ki? Milyen Barbara? Fonyó? Beige! Xandus! Nem a legény! Nem az úgy! Ne, tényleg jó, feleségemmel. Feleségemmel ne, jó? Na, hagyja a pofa, ide néz. Hoztam egy pici ízelítőt, hogy mit tudnák belőle mutatni. Yes. Megmutatom, mit tudnák csinálni. Jó, legyen. Várjál, nem hoztam, mert az olvasó szemben nem kell, hogy meg akarsz felolvasni. Figyelj! Arra gondoltam, én játszom a Lady Macbethet. A többi nem érdekel. A többi, akit akarsz. Bankó, boszorkányok. Már mielőtt elkezded, van díszletterved? Hallottam, hogy valami lépben gondolkozol. Izgalmas. Na ide figyelj, cuki popa. Ide figyelj. Figyelj, olvasom. A Lady Macbeth. Ki kell így? Ne roncsd büszke tánom nemes erődet ilyen beteges gondolkozásra. Tök jó, nem? Figyelj, hozz egy kis vizet, s mosd le kezed szennyes tanút. Miért hoztad magaddal a tőröket? Jó, dolgozunk. Bent a helyük, vidd vissza és kend be vérrel. Akkor dolgozunk egy kicsit. Azt a két dolgot. Hadarsz, az az első. Nem megyek be többet. Hadarsz. Ja, az már a Macbeth. Hogy hadarsz. Teljesen mindegy, mert... Gyöngerélek! Add a két tört, aki meghalt vagy alszik, nem több, mint egy kép. Sosem mutogat, nem tudom, mit jelent mutogat, ez. Gyenge, a falra festett fürdőktől, ha vérzik, bemázolom vele az őrök. A Barbara sosem mutogatna. Mi? Sosem mutogatna. Mi a Barbara? Hagyjál már békén. Figyelj!